Sziasztok! Szép napot, meg szebb napot! Személyes, szubjektív hozzászólásom az, hogy én a drogstopban kezdtem, és elég gond, hogy a sírhantjánál állunk és asszisztálunk. Úgyhogy ezt nem tudtam kihagyni. A másik, ami eszembe jutott, hogy eleve elnézést a többszörösen összetett mondataimért, amit igyekszem leegyszerűsíteni, és szerintem pont a kommunikációnak az lenne a lényege és haszna, hogyha tudnánk világosan tervezni. Tehát, hogyha kiíródnak források, akkor az nagyon-nagyon hasznos, hogyha annyi íródik ki, amit tudunk, hogy ki lehet osztani, akkor érkezik oda, amikor az szükséges, mert akkor tudunk tervezni. És hogyha ez mind megvan, akkor nem kötünk jót kliens oldalról, ami a veszőparipám, hogy egy 95 óta működő tűcserében, ahol augusztusban a designer drogok miatt nagyságrendileg 20 000 tűt lehetett kiadni, úgy az idén februárban 5 000 tű ment ki, és nem azért, mert nem volt rá igény, mert lett volna, ezt a növekvény is jellemzi, mert az átlagforgalom az 10 000 fecskendő, hanem azért, mert nem volt rá pénz időben rendelkezésre állva. Hogyan van a szervezeteknek, így nekünk pénzünk? Van az 1%-ból, de a nevünkből adódóan, hogy drogprevenciós alapítvány, ez vicc, mert 10 és 40 ezer forint közötti összeg érkezik be így évről évre. Volt a fővárosi önkormányzattól, aki ki sem írta a pályázatait, tehát mínusz 2,5 millió forint lehetőségtől estünk el, és van nyilván a NEFMIS forrás, van az NRSH-s forrás. Az NRSH-nál mínusz 1 millióról beszélünk, a NEFMI-nél pedig mínusz 2 millióról, ha ezt összeadjuk, akkor ez a mi szervezetünk életében 5 millió forint. Kicsit pirulok, hogyha a Pujeszra nézek, mert én beszélek forrásokról, hogy nekünk van, tehát ez nyilván a kinek mennyire döglődik a lovacskája című kérdést vetti föl. Azt tudom, hogy személyesen, mint ügyelő, nagyon-nagyon rossz érzés, hogy nem lehet kiszolgálni a klienseket, nincs megfelelő tű. Az a februárban kiadott tű az azt jelenti, hogy oltó tűket használtunk, amit adományban kaptunk. Mi nem jutottunk el még arra a szintre, hogy a harmadik körös szolgáltatónak nem tudjunk fizetni, nevezzük nevén a tűcseré, vagy a tűért. Tehát nem kezdtek el ellenünk mindenféle bírósági végrehajtási körbe esni, de ennek és a túlélésünknek egyetlen egy oka volt, hogy volt egy másik forrásunk, amiből minden pénzünket töfködtük át az ambulanciás forrásunkból a tűcserébe. Na most az, akinek nincs még egy lába valamiért, azt ezt nem tudja megtenni. A kliensek többsége lehet mondani, hogy elmegy egy másik szolgáltatóhoz, de nem árulok el zsákba cicát, hogyha nincs tű, akkor előbb-utóbb nem fog oda menni. Ha nem megy oda, akkor nem most fog kiderülni a HIV meg a hepatitis fertőzöttségnek a problematikája, és ezek az emberek nem egy 25 forintos tű miatt küzdenek majd, hanem egy betegséggel, ami állami szinten körülbelül egy 1 millió forintos kezelés, ha eljut oda, mert lesz rá pénzünk. Nem beszélve arról, hogy eltűnik az a lehetőségünk, ha ő nem jön oda, hogy mi tovább irányítsuk őt mondjuk kezelésbe, ha erre motivált, vagy bárhova máshova, mert én sem mennék tűcserébe tűhiánnyal küzdés esetén. Tehát, hogy ezek ilyen jellegű nehézségek. Érzés szinten én nagyon örülök neki, hogyha mondjuk kiíródik egy, és visszakanyarodnék az elejére, kiíródik egy összeg, hogy mondjuk 10 millió forintra lehet pályázni, és akkor tudjuk, hogy az tényleg 10 millió, mert teljesen feleslegesen küzdünk mondjuk akkor, ha utána kapunk hármat, és még az most sem ért oda, ahova kellett, tehát gondolok itt a kabos pályázatokra. Bizonyos helyzetekben nagyon-nagyon hasznos, és ezt mi is írtuk, kértük az NCS-t, hogy mondjuk hosszabbítson határidőket, de ez egy dologra jó. Arra, hogy egy előfinanszírozott programként érkezett összegnél, mondjuk ne az legyen, hogy még a szerződést nem kaptam vissza, tehát nem merek elköteleződni, mondjuk egy fejlesztéses pályázat kapcsán, nem merem, hiába nyertem és örülök, hogy kifesthetem az ambulanciámat, nem merem oda hívni a kivitelezőt, mert nem tudok mire szerződni, nem tudunk előleget adni neki, tehát ezekre a dolgokra jó. De ahogy a Pujesz is mondta, arra nem jó, hogy nem tudok tűt adni, nem tudok kollégát
alkalmazni, nem tudok bérleti díjat fizetni és rezsit. Tehát napi megélhetési gondokról beszélünk itt, mint szervezet, és akkor nyilván, ha leosztjuk, és én körülnézegettem itt a terembe, szerencsére találok olyan arcokat, akikkel már 91-ben is találkoztam, de nagyon sok olyat, aki nem. Tökre örülök az új kollégáknak, annak nem, hogy a régiek nincsenek itt, nyilvánvalóan visszamentek az alapfoglalkozásukba, vagy munkanélküliek. És akkor ez egy fantázia, de ez nagyon nem jó út. Tehát a nyílt kommunikáció, mely én arramban tudok gondolkodni, hogy jó lenne tudni, hogy mikor, milyen összeg áll rendelkezésre, és én értem a válságot világállami minden szintjén, csak hogy tervezni tudni kell, mert akkor, amikor mondjuk lesz ennek a falról egy telefont, akkor, amikor nem tudja a bérleti díjat kifizetni és kirakják, akkor utána nincs vissza út az egyéni krízisről nem is beszélve. És tényleg nem irigylem, nem győzöm hangsúlyozni a kollégáimat, aki ott áll, és a kliensnek azt mondja, hogy szia, te a van, cukor már nincs bele, figyelj, nem tudunk mit csinálni, beszélgessünk. Tehát egy tűcserében az kevés. Úgyhogy így ennyit erről. A másik rész, amire mi a hangsúlyt fektetjük, az nyilván az ellátás és az ambulancia szint. Ott 6 millió forint mínuszról beszélünk már, hogy az nem íródott ki. Bennünk felvetődött az is, hogy nagyon jó dolog a fejlesztés, de hogy, és nem biztos, hogy van a szolgáltatónak ebbe beleszólása, de hogyha nekem döntenem lehetett volna, és most ez piszok dolog lesz, mert nyertem és örüljek a festésemnek meg az ablakomnak, de inkább vettem volna tűt belőle. Tehát, hogy lehet, hogy így a prioritások azokon így népegészségügyi szempontból fontosabb lett volna, ültem volna a penészben, de lett volna tűm, az jó lett volna. Tehát, hogy aminek örülök, amit az Éva is említett, a tűdepó ötletnek, tehát, hogy az nagyon jó, és valószínűleg lehet is ebből jól kijönni, mínuszokat pótol. Tehát azt, hogy mondjuk legyen pár hónapig tűnk, arra az pont jó lesz, meg hogyha befogadódik egy olyan szervezet, aki a harmadik szempontból a legnagyobb mennyiségű tűt forgalmazta, az jó. Még egy ötlet, hogy most itt a vidékiek remélem nem vernek meg, de azt tudva levő, hogy Budapesten 2,5 millió ember lakik, nyilván a droghasználat is koncentráltabb, tehát jó lenne úgy tervezni, hogy a befogadások szempontjából, hogy a tűcserék meg a probléma fókusz ide fog föl csapanni Budapestre, és akkor ennek megfelelően ez látszódhat a forrásokba. Tehát én örülök ennek a kiegészítő kiírásnak, mert életmentő lehet. Nekem attól, mint féldöglődő túlélőnek, nem jobb, hogyha más nincs befogadva, hanem én pontosan nagyon örülök, ha vannak még szolgáltatók, mert még egy mondat, a kliens hiába egy-két buszmegálló vagy villamosmegálló nem feltétlenül megy odébb, ha nem megy odébb, akkor ugyanazzal a tűvel használ, vagy használtal, és az megint egy idő múlva a kezelésben köt ki, ami jóval több forintunkba kerül hosszasan. Ha meghal, arról nem is beszélek, se érzelmileg, sem, sehogy. Úgyhogy ennyi. Köszönjük.